Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Szia, drágám! Megjöttem! Hát ez tuti, hogy az idén is elfelejtette. Ó, mi van? Nem névnap, nem születésnap, nincs karácsony. Na, ezért van önnek is szüksége a 2018-as Kiskunhalasi fali naptárra. A kiadvány oldalain csodálatos természetfotók láthatók, emellett a városi rendezvények időpontjai is megtalálhatók. Kapható 1200 forintos áron a Halas Média ügyfélszolgálatán, a Város Marketing irodában, a Líra könyvesboltban és a Mappa Papír Kossuth utcai üzletében. A szakértő szerint nem beszámítható, a bírósági lövöldöző januárban hozhatják meg az elsőfokú ítéletet. 800 négyzetméteres csarnok, 5 új munkahely, felavatták a Merbau cégcsoport betonacélüzemét. Városi ünnepség és rendhagyó történelem óra, Halason többféle program emlékezik 1956-ra. Várják a visszajelzéseket, a rászoruló gyerekek ingyenes ebédet kapnak az őszi szünetben. Jó estét kívánok! Önök a Halas Televízió keddesti hírműsorát látják. Az igazságügyi elmeszakértő szakvéleménye szerint nem beszámítható az a férfi, aki tavaly tavasszal Kalasnyikóval akarta lelőni Téglás Péter kiskunhalasi vezetőügyészt. A szakvéleményt ma ismertették a szegedi törvényszéken. A 44 éves majsai férfi tavaly március 16-án ment be gépkarabéllyal a bíróság épületébe azzal a szándékkal, hogy agyonlövi a vezetőügyészt. Ebben a gondnok és a biztonsági őr akadályozta meg, de így is több lövés eldördült. Az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben végzett vizsgálatok alapján a férfi súlyos pszichiátriai betegségben szenved, kóros elmeállapota ok-okozati összefüggésben hozható bűncselekmény elkövetésével. A Magyar Távirati Iroda közlése szerint januárban születhet elsőfokú ítélet. 800 négyzetméteres csarnok, 5 új munkahely. Saját kivitelezésben önerőből épült meg a Merkbau cégcsoport halasi betonacélüzeme. A 800 négyzetméteres üzemcsarnok az Építőcenter Kft. Beruházása volt. A tervek szerint évi 4-8 ezer tonna terméket állítanak itt elő. Knáb János műszaki igazgató a beruházás átadásakor elmondta, a Merkbau ennek a 150 milliós fejlesztésnek köszönhetően ki tudja szolgálni az egyre növekvő építőipari igényeket, a munkakörülmény és a hatékonyság is jelentősen javul. Az üzem méretei 42x20 méteres darúzott csarnok, 2 betonacélvágógép vágóasztalokkal, 2 hajlítógép, 1 automata kengyelhajlító berendezés, így aztán tekercsből is tudunk most már betonacélt gyártani, ez a hulladékunkat fogja csökkenteni, és gazdaságosabban fogunk tudni gyártani. Tervezzük azt, hogy ebben az üzemben 4-5 fő fog dolgozni, ez a 4-5 fő az Építőcenter Kft. Alkalmazottja lesz. A beruházást a megerősödött építőipari igényre reagálva indították el. Nagy nyomás nehezedik majd a dolgozókra, az évi 4000 tonna kapacitást fokozatosan a duplájára kívánják növelni. 1000 tonna betonacélt a saját kivitelezések során használnak fel, a többi értékesítésre kerül majd. Bányai Gábor országgyűlési képviselő beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Merkbau ismét jókor fejlesztett, és minden adott a sikerhez. Ez óriási dolog. Ez azt jelzi, hogy a cég ez jó alapokra épül, a szakember gárdája egyben maradt, kiváló asszonyok és férfiak dolgoznak a cégbe, és megvannak azok a lábak, plusz lábak, amelyek képesek gyakorlatilag életben tartani, még válság idején is, amikor a legmélyebb időszakát éltük, a 2008-as válság legmélyebb pontjait 9 és 11 között, akkor is a cég talpon tudott maradni, és én ezt büszkén mondom, hogy örülök, hogy ez Kiskunhalason lévő cégről van szó, és az, hogy különösen számomra szívderítő, hogy
Knábor és Merényi úr János és Jakabnak a származását is oda vesszük, akkor még ha Vaterlandba is tudtatok fejleszteni, ez nekem egy külön nagy dolog, hogy Németországban is Merbau leánycége ott dolgozik és ott vállalkozik. Fülöp Róbert kiskunhalas polgármestere elmondta, a Merbau a város egyik legstabilabb cége, példaértékű a tevékenységük. Azon túl, hogy a Merbau az egyik legstabilabb bástyája, a városnak az egyik legstabilabb partnere, el kell, hogy mondjam önök előtt is, hogy nem csak a minden vállalkozás számára kötelezően előírt feladat az, amit teljesít a cég, hanem ezen túlmenően is és messzemenően is támogatják a városban zajló civil életet, sportéletet, folyamatokat. Merényi Jakab tulajdonos, ügyvezető az átadási ünnepségen a további fejlesztésekről is beszámolt. Építettünk egy 4 konténerből álló oktatási képzőbázist, amelynek, ha jól tudom, délelőtt volt az első ilyen értekezleti próbája, de hát majd a délután során elmeséltek, hogy történt. Tulajdonképpen értsük azt is a mai beruházások átadásához, mert az is elkészült. Itt mögöttünk pedig egy logisztikai üzemnek nagyjából a szerkezete már áll. Azt akarjuk még gyorsan befejezni, és akkor azért kezdtük a két végén, hogy utána a közepe sem maradjon üresen. Tervek megvannak, oda egy lakatos üzemet és egy asztalos ács üzemet szeretnénk még a elkövetkezendő 1-2 évben megépíteni. Már mindenki megkapta az értesítőket azok közül, akiknek ingyenes ebéd jár jövő heti őszi iskolai szünet 4 munkanapjára. Most is a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek kínálták fel az ingyenes ebéd lehetőségét. A kérés ellenére többen még nem adtak választ az étkezés igénybevételéről. Az érintettektől azt kérik, hogy legkésőbb 26-án, vagyis csütörtökön délig mindenképpen vigyék be a visszajelzéseket a Családsegítő Központ Túri József utcai irodájába, még akkor is, ha nem kívánják igénybe venni az ebédet. Az őszi szünet idején a Lomb utcai önkormányzati főzőkonyha készíti majd az ételt, amit 12:30 és 12:30 között lehet átvenni. Pár napig még várják a visszajelzéseket a méhnyakrák elleni védőoltásokról. A szülőknek október végéig kell visszajuttatniuk az iskolákba a beleegyező nyilatkozatot, közölte Ónodi Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár. Az oltás idén is azoknak ingyenes, akik betöltötték a 12. életévüket, és szeptemberben kezdték meg az általános iskola 7. osztályát. 2 adagos az oltóanyag, az egyiket még az ősz folyamán, a másikat tavasszal adják be az iskolaorvosok. 1956. októberében egy nemzet megmutatta, nem hajt fejet a világ akkori legnagyobb birodalmával szemben. Nemet mondott a szovjet elnyomásra, a diktatúrára, Kiskunhalason a forradalom hőseire emlékeztek a városi ünnepségen. Az országzászló emlékműnél a Halasi Lovas Bandérium tagjai álltak díszőrséget, és a városi fúvós zenekar zenélt a nemzeti lobogó felvonásakor. Az ünnepség résztvevői ezt követően átvonultak a filmszínházba, ahol Bányai Gábor országgyűlési képviselő mondott beszédet. A politikus szerint a forradalmárok egyértelműen kinyilvánították, nem kérnek az elnyomó hatalomból, ha kell, az életük árán megvédik az országot, a függetlenséget. A tömeg, vagy a langyos, meleg, napos őszi időben, amint a teremtő is erre készített volna elő, elindul délután a magyarok tömege, és estére végül már sorsára kívánta hagyni a kommunizmust, a bolsevizmust, nehéz lépteivel és gyönyörű fiatalos mosolyával. Igen, egy tömeg, egy jó tömeg. Kiskunhalason, vagy az ország fővárosától távol vidékeken is, de csak lassan jöttek a hírek, bár jöttek. Budapesten nem nagyon készültek fel a kommunista vezetők a tömegek hangjára és haragjára. Eszük ágában sem volt egyébként kiegyezni senkivel sem. Halason viszont a helyi kommunista vezetők már jobban voltak informálva, hogy mi folyik Budapesten. Meg is tettek mindent, hogy katonai és határőr laktanyáikból ellenőrizzék a várost. Ez október 27 és 28-ig látszólag urai voltak a helyzetnek, de aztán halasiak is megelégelték őket. A képviselő felelevenítette a forradalom dicső 20 napját, majd szólt a leverést követő megtorlásokról is.
Az ünnepi műsort a Bibó 11. osztály adta elő. A fiatalok történeti áttekintést adtak a kor hangulatáról, a nemzetközi folyamatokról. Ezek a magyarok már megint azt hiszik, hogy ők a világ közepe. Még ki is írták, Axis Mundi, a világ tengelye. Egy évszázad alatt harmadszor kell rendet tenni náluk. Mikor tanulják már meg, hogy nem ingereljük fölöslegesen a nagy orosz medvét? A halasi megemlékezés a főtéri kopjafánál folytatódott. A résztvevők ezt követően a katolikus temetőben felkeresték a volt kisgazda politikus Nagy Szeder István sírját. Az ő nevéhez köthető a halasi norma megalkotása és a vészterhes időszakban megtartott demokratikus választás kivitelezése is. Elsöprő választási eredményt értek el. Az országban egyedülálló demokratikus választáson, amit szintén Nagy Szeder István indítványozott a forradalmi tanácsnak, és amit egyhangulag, lelkesen el is fogadtak, még azok is, akik később sorra ellene vallottak. Az 1956-os programsorozat következő halasi eseménye 27-én, vagyis pénteken 16 órakor lesz. Ekkor a halasi sortűz áldozataira emlékezünk. A Városháza sarkánál Gyöngyösi pap Ida és Poloznyik Kálmán emléktáblájánál Máté Lajos, az 56-os emlékbizottság tagja mond beszédet. Ezt követően az áldozatok sírjánál az új református temetőben virágok elhelyezésére lesz lehetőség. Itt édes Árpád református elnök lelkész emlékezik. Minden helyi középiskola végzőseihez eljut a rendhagyó történelem óra. Ma a Dékáni Árpád szakgimnáziumban hallgathatták meg a diákok a halasi sortűz és 1956-os események történetét. A tapasztalatok szerint a fiatalokat érdekli, hogy mi történt Hajdanán. Hát még az édesapjuk se ért, sőt a nagyapjuk is nagyon ifjú lehetett. A 61 éve történt 1956-os eseményeket idézte fel Pajor Kálmán, a helyi 56-os emlékbizottság elnöke, a Dékáni Árpád szakgimnázium diákságának, de a többi középiskola végzőseihez is eljut ez az előadás a napokban. Ez már évek óta hagyomány Halason. Szokás szerint, hagyomány szerint mondhatni így is, mert már több éve, sok éve így van ez, rendhagyó történelem órára kerül sor, 23-át követő napon, vagy az azt megelőző napon, ilyenkor a 12. évfolyamos tanulóink vesznek részt ezen a rendhagyó történelemórán. Ezt a rendhagyó történelemórát Pajor Kálmán úr tartja, hisz ő az 56-os emlékbizottság elnöke, illetve az 56-os halasi eseményeknek szakavatott tudója, és egy élményszerű előadást tud tartani arról a gyerekeinknek, elsősorban, hogy Kiskunhalason hogy ment végbe az 56-os forradalom, mik azok a fő tudnivalók, amiket illik tudni és kell tudni, illetve kik voltak azok a hősök, akik nagy szerepet játszottak az 56-os halasi eseményekbe. Az 56-os emlékbizottság egyik célkitűzése az, hogy a fiatalabb generációknak továbbadják azokat az információkat, amiket tudni illik a forradalom és szabadságharcról. Az egyik feladatunknak megfelelően az 56-os magyar forradalom és szabadságharc emlékét megőrizzük, kegyelette ápoljuk, és tovább is adjuk. És ennek kapcsán határoztuk el, hogy a végzős diákoknak mind a négy középiskolákban ilyen rendhagyó helytörténeti órákat tartunk. Hát egyrészt az 56-hoz vezető magyar helyzetről, másrészt pedig a halasi történésekről, kiemelve Nagy Szeder István személyét, aki az 1956-os halasi történéseknek, 56-os történéseknek a vezéralakja volt. A diákok egy ilyen előadást jobban megjegyeznek, mintha csak a tankönyvekben olvasnának a történelmi eseményekről. A rendhagyó helytörténeti óráról kedvezőek a tapasztalatok. A diákság talán azért is fogékony ezekre az ismeretekre, mert Hajdanán a velük hasonló korú fiatalok is ott voltak a történéseknél, kivették a részüket az eseményekből. Nagyon jó tapasztalatom van, felnőtthöz illő komolysággal
hallgatják végig az előadást, és úgy látom, hogy az érdeklődést sikerül mindvégig fenntartani náluk, és örülök neki, hogy ilyen befogadóak, és ha néhányuknál ez a termékeny talajra hull az előadásunk, akkor már is megérte, hogy fáradozunk vele. 19 remek produkciót hallhatott a zsűri és a közönség. Televíziónk az elmúlt hétvégén rendezte meg a 9. pont karaoke versenydöntőjét. A halasi és környékbeli nevezők mellett érkeztek énekesek többek között Pécsről, Kecskemétről és Szegedről is. A szakmai zsűri tagjai a produkciók után minden előadót elláttak néhány hasznos tanáccsal. Az ítészek szerint az utóbbi évek legerősebb mezőnye volt az idei, így nem lesz könnyű helyzetük a végeredmény meghozatalakor. Érdemes lesz mostantól minden héten figyelni pont magazinunkat, hiszen a legjobb énekesek dalait péntekenként láthatják és hallhatják a televízió nézők. Havi program magazinnal szerdán reggel jelenik meg a Halasi Tükör legfrissebb idei 43. száma. Az újság beszámol az 1956-os kiskunhalasi megemlékezésekről. Kiemelt figyelmet kapnak a laptól a megyei kitüntetésben részesülő halasiak, akik egy ünnepség keretében vehették át a rangos díjakat. A heti portréból megismerhetik Demeter Gábor történészt, akinek a hobbija a repzene, és Kasim Gaba művész néven rendszeres fellépései vannak. A friss újságból az is kiderül, hogy 50 év felett is lehet erőemelésben világkupát nyerni. És most röviden összefoglaljuk a nap főbb híreit. A szakértő szerint nem beszámítható, a bírósági lövöldöző januárban hozhatják meg az elsőfokú ítéletet. 800 négyzetméteres csarnok, 5 új munkahely, felavatták a Merbau cégcsoport betonacélüzemét. Városi ünnepség és rendhagyó történelem óra, Halason többféle program emlékezik 1956-ra. Várják a visszajelzéseket, a rászoruló gyerekek ingyenes ebédet kapnak az őszi szünetben. A folytatásban elmondjuk, milyen idő várható az elkövetkező 24 órára. A napi mozaikban pedig Hrivnák Tünde ruháinak, köztük a halasi csipkés kollekciónak a fővárosi divat bemutatójáról mutatunk részleteket. 7:30-tól sportműsorral várja önöket Tóth István. Szia István, milyen témákra hívnád fel a figyelmet? Szia Alexandra, jó estét kívánok a kedves nézőknek! Az előbb emlegetett erőemelő világkupa siker MB2-es férfi kézlabda és megyei elsőosztályú labdarúgás a ma esti kínálat. Vendégünk Györfi Alain Európa-bajnok motorversenyző lesz, aki minden eddiginél különlegesebb évadon van túl. 7:30-kor remélem találkozunk. Köszönöm a tartalomismertetést. Önöknek további kellemes televíziózást, holnap ugyanebben az időpontban újra jelentkezik a híradó. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!